Mindenséges Istenünk, tisztelettel kérünk, éljen még sokáig jó szitja hun népünk. Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, származása szerint rendkívül is régi. Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, az égen győzi le örök ellenségét. Csodaszarvasunknak követjük futását, hunort s magyart hívó égi vágtatását. Attila kardjáról csodákat mesélünk, ha e kard kezünkben senkitől sem félünk. Csaba ifjú király, meghajlunk előtted, fényes csillagösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát. Jó estét kívánok, Bárdosi Ferenc vagyok, mai estünk házigazdája. Sok szeretettel köszöntöm az Attila Nagykirály Hotel megjelent tagjait, a elkészülő filmünk nézőit, és elhűlve nézek körül a terembe, hogy megint mennyi professzor van itt. Egy ilyen tanfolyamokon, vagy egy hétvégi ilyen gyűléseken sem fogott lenni, amikor ilyen sok előadás van, hogy ennyi professzor egyszerre egy ilyen kis teremben. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy megtisztelték itt a professzorok, professzorasszonyok Ágikát. És hát sok szeretettel köszöntöm akkor Gyárfás Ágnes professzor asszonyt, és nagyon köszönjük, hogy ilyen rövid időn belül másodszor is eljött hozzánk, és a legkedvesebb egyik előadását fogja most megtartani, amit megörökítünk, és hát nagyon sok embernek fog ez örömet szerezni, mert ez egy nagyon szép előadás lett. Nagy szeretettel köszöntöm Ágika segítőjét, az örök ifjú Farkasinszky Tibor professzor urat, aki mi már másodszor a segítőnk. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Aradi Éva professzor asszonyt és dr. Ceglédi Katalin professzor asszonyt. Úgyhogy hát egy csodálatos ilyen professzor asszony hölgykoszorú van itt. És hát nagyon köszönöm, aki is átadnám ugye a segítőnknek, Farkasinszky professzor úrnak, hogy vezesse és kezdje meg az előadás bevezetését, és akkor majd utána átadja a szót Ágikának, professzor asszonynak. Parancsoljon, professzor. Kedves megjelentek, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Rövid bevezetőt tartok Ágikáról, a Miskolci Bölcsész Egyesületről. Lényegében ugyanazt fogom elmondani, mint amit egyszer már elmondtam a múlt alkalommal, amikor szintén így bevezettem az ő előadását. Most akik akkor is hallották, és most is hallani fogják, a lényegében ugyanaz, hogy ne csodálkozzanak, hanem bocsássák meg. De a mostani bevezetőmet ki fogom egészíteni egy olyan csodálatos dologgal, magyarázattal, ami talán azzal kezdett. Ez teljesen új, hogy Ágikával teljesen függetlenül egymástól, külön-külön ugyanarra a kutatási eredményre jutottunk, és amikor ezt közöltük egymással, akkor csak bámultunk, hogy igen. Igen. És igen. Ez pedig az, hogy a regős énekeink, van ugye vagy 140 regős ének, vagy több is. Ezekben szerepel a csodafiú szarvas. És erről a csodafiú szarvasról mind a ketten Ágikával külön-külön és egymástól függetlenül, de azonosan állapítottuk meg, hogy ez a csodafiú szarvas, ez Bál Istennek a jelképe. Bál Isten volt a magyarok istene, és Bál Göncöl néven szerepelt leginkább a magyar hagyományban. Ennek a Bál Göncölnek, mint a legtöbb nagy istenségnek, vagy istennőnek, vagy istennek. Három jelképe volt a csillagos égen. Az egyik a kis bál, ez a csodafiú szarvas, amelyik látható a csillagos égen, a szarvas csillagkép alatt, mintha szopni akarna,
a csodaszarvastól, ez a gidája. A másik jelképe a Kefeusznak nevezett csillagkép. Ezt mondhatjuk a nagybálnak, és van az óriás bál, ez pedig a Bótesz nevű csillagkép, ami egy óriási nagy bálisten. A Boétosz. Göncölként, amint fogja a göncöl, azt jelenti, hogy fényes balta bárda. És a kezével így fogja a fényes baltat, a göncöl szekér a fényes balta. A göncöl szekérnek a neve ugyanis szekér is, meg balta, bárd is. Hát ha akarjuk szekérnek fordítjuk, ha akarjuk baltának, bárdnak. És így csodálatosan szerepel három formában is, mint a legtöbb esetben a nagy a magyarok istene. Hát Petőfi Sándor, amikor azt hívja, hogy a magyarok istenére esküszünk, az ahol tovább bennőzünk, akkor tulajdonképpen Bál Göncöl istenre esküdött valójában. Sajnos az a helyzet manapság, hogyha veszünk egy csillagtérképet, azon megnézzük a csillagneveket, csillagképek neveit, szinte egyet se találunk, amelyik az ősi istenségre utalna a nevében. Ez azért van így sajnálatos módon, mert a régi csillagképek istenség neveit, illetve a csillagképek régi istenség neveit, a görögök főképpen, de a szemiták, az akkádok, a zsidók, az arabok, főleg a görögök azzal a jelszóval, hogy a régit végképp eltörölni, megpróbálták és szétzúzni, és szét is zúzták a régi csillagképeket úgy, hogy semmi nem utal manapság már ezeknek a csillagképeknek a régi istenség jelképére. Igen. Hát példának mondom a csodaszarvast, amelyik egy szarvas a csillagos égen, alatta a hasa alatt van a csodafiú szarvas, és hát a következő módon változtatták meg sajnálatos módon a szarvas csillagképnek a szétszaggatott darabjaira szaggatott részeit külön-külön elnevezéssel illették, mégpedig olyan elnevezésekkel, amik egyáltalán nem utalnak arra, hogy szarvasról van szó. Csak onnan lehet tudni, hogy szarvas, hogy egyrészt az ember fölnéz a csillagos égre, akkor látja, hogy az tényleg hasonlít a szarvasra, meg onnan, hogy a régi csillag nevek között szerepel a lulim, ez növényevő állatot jelent, szarvast, és a szimul, ez pedig azt jelenti, hogy csillagszarvú, vagy csillagszarvas. Hát így változtatták meg a régi neveket. A szarvasnak a szarvát elnevezték Kassziópeának. A görögök. Ez a Kassziópeia, az Kefeusz etióp királynak volt a felesége. A lányuk meg volt Androméda, akiről elnevezték a szarvas szügyét és az előső két lábát. Ez az Androméda, ugye Kefeusz és Kassziópeia lánya. A szarvas farát és a hátsó két lábát pedig Aurigának, Szekeresnek, vagy Kocsisnak nevezték. Végül a gidát, amelyik a szarvas alatt látható, Perzeusnak nevezték el. Perzeusz a Zeus és Danaé fia volt. Így tehát, ha most veszünk egy csillagtérképet, mi nekem is van lehet egy ilyen papírboltóval. Megnézi az ember, hát lehet, hogy ott van a szarvas, de az, hogy szarvas, az nincs oda írva, hanem az van oda írva, hogy
a Cassiopeia, meg Andromeda, meg Auriga, meg Perseus. No hát ez egy csodálatos, kellemes élményem volt nekem Ágikával kapcsolatban, hogy mind a ketten erre a következtetésre jutottunk, hogy a csodafiú szarvas a regősének egyben, vagy tulajdonképpen bálistennek három közül az egyik csillagkép jelképe volt. Na most, Ágikáról ismertetés gyanánt elmondanám. Az ismertetésemet hat pontba foglalva mondom el. Az első, hogy 30 éven át, ebben az évben, éppen 30 éve, ugye Ágikár? Igen. Hogy 30 éven át a Miskolci Bölcsész Egyesület és a Nagy Lajos Király Magánegyetem utóbb annak felnőttképzési intézménye működtetését végzi, ahol körülbelül 10 000-en végeztek és szereztek certifikációt, azaz bizonyítványt keresztény és magyar eszmeiségű tanulmányaikról. Tulajdonképpen a legnagyobb életműve ez, hogy barátaival, az ország nemzeti gondolkodású tudósai bevonásával létrehozta Miskolcon a Nagy Lajos Király Magánegyetemet. A keresztény erkölcsű elvekre és a magyar eszmeiségre alapozott bölcsészetet azzal a céllal, hogy tanári közvetítéssel a társadalom minden sejtjét áthassa ez az egyszerű, nemes, pár ezer éve jól működő vezérlő elve, Isten és haza. Második érdeme az Ősi Gyökér című folyóirat szerkesztése 2009-től. A folyóiratot menekült magyarok alapították Buenos Airesben, a közösség nevében Badini Jós Ferenc adta át a szerkesztő jogot dr. Gyárfás Ágnesnek. Az Ősi Gyökér, mint Hungarikum szerepel internetes felületen, nagy olvasottságnak örvend, az idén éli meg a 47. évfolyamát. Harmadik téma. Ágika a lélektudomány, a színházművészet, a népköltészet, a népmesék és az ősi mezopotámiai kultúra elemzése körében 29 darab könyvet és cikket írt. Ezeket nem mind ismertetem, csak például közülük megemlítek egyet-kettőt, ilyen az Aranyhajú Lány, magyar népmese elemzés, Infantis Lacika, Karcsai magyar népmese elemzés, a Sánta Harkály hasonló, a Tellói Jóslat, Pecsét-hengerek legendái, Táltos Kecske, Életfának bő termése, és ehhez hasonló más témák. Negyedik érdeme. Jaj, de aranyos, hogy számba vetted. Hogy magyarságtudományi könyveket ad ki a Miskolci Bölcsész Egyesület. Például az én könyveimet is ő szokta kérni. Mellékesen szólva. De. Az Egyesület saját tudósainak könyveit adja ki, és fiatal írók, költők műveit, hogy szárnyra kaphassanak. Rendszeresen jelenteti meg az én könyveim mellett dr. Tóth Sándor, dr. Bakai Kornél, dr. Szabó Árpád, dr. Végvári Lajos, stb. Munkáit. Ötödik érdeme, évente egy hetes magyar őskutatási fórumot rendez, általában augusztus első hetében van. 2018-ban volt a 23. Hatodik téma, havonta pedig magyarságtudományi napot szervez.
ahol különböző előadók különféle előadásokat tartanak reggeltől estig. Továbbá megemlítem még, hogy négyféle kitüntetés tulajdonosa. Két gyermeke van, egyik József, zenész és zeneszerző, a másik Szabina, író, költő és képzőművész. Tudományos fokozata kandidátus, egyetemi doktor, és hát 1990-től a Miskolci Bölcsés Egyesület elnöke. Nagyon szépen ez az ismertetés, mint egy eddigi pályafutásának a fő ismertetése, mert ezek előtt könyvtárban dolgozott, jól mondom, Ágika? Igen, könyvtáros vagyok. És ezek után én nem tehetek mást, mint hogy további sok sikert, jó erőt, egészséget és további sikeres alkotó munkát kívánok az Ágikának, és most felkérem, hogy tartsa meg az előadását, amelyiknek a címe tulajdonképpen nem emlékszem rá pontosan, de valami folyó. A teremtés után. A teremtés utáni letelepedés története. Látom neked a szót. Parancsolj. Nagyon szépen köszönöm. És ez lesz a 10. érdemem, hogy megkaptam a szót, és köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm a bevezetőt, és méltatlanul ennyi sok szépnek a emlegetését, Tibor, tényleg érdemtelenül, de olyan régi, kedves jó barátom vagy, hogy elfogadom tőled még akkor is, ha azt mondom, hogy a fele se igaz. És nagyon köszönöm Bárdossy Ferencnek, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy befogad minket, és így magamban, hogy elnéztem és elgondolkoztam itt önökön, ahogy sorba ülnek, és elegánsan, szépen, szeretettel körbeveszik ezt a tudományos asztalt, talán nevezhetjük így. Az jutott eszembe, hogy ez a magyarság Bárdossy Ferencféle népnemzeti kis akadémiája. A déli bábosok népnemzeti akadémiája, amely időnként a nemzet asztalára tesz valamit, és reménykedjünk abba, hogy nem pöröslegesen. Reménykedjünk benne, hogy talán hasznára válik az egyetemes magyar kultúrának az, amit mi cselekszünk, amin mi gondolkozunk. És ha legszerényebben a legkevesebbet is, de mégis pozitívan értékesíteni tudják a magyar tudományos fejlődés sorában. Mert a tudomány képes fejlődni. A lélek, a szellem, a tudomány tud fejlődni. Az anyagi dolgok változnak, az anyagi dolgok módosulnak, és tévesen ezt fejlődésnek nevezik. Nem ez a fejlődés. Néven kell nevezni a dolgokat. Az a fejlődés, amit a lélek felmutat, amit a szellem érvényre hoz, az a fejlődés. Nem is képes más, hát gondolják el. A feltalálmányok, a találmányok százezrei jegyezték fel. Ebből csak az a pár jelent meg, amit mi most itt használunk, és de megkérdezem önöket, hogyha most azzal a diavetítővel vetíteném, talán jobb képeket tudnék vetíteni, talán magamat ki tudnám szolgálni, mert egyszerűbb. Vagy az írásvetítővel, ami meg még annál is egyszerűbb. Módosulnak a dolgok, módosulnak, és nekünk, mivel a szellemünk képes fejlődni, ehhez a módosuláshoz kell alkalmazkodnunk úgy, hogy a módosult változat jó legyen.
mert a diakép gyönyörű volt, és ahhoz kell alkalmazkodnunk, úgy kell a szellemünket fejleszteni, hogy ehhez a kevésbé jó, nehezebben jóvá tehető technikához hozzá tudjunk érni, meg tudjunk neki felelni, és önök elé olyat tudjunk állítani, amelyet úgy élvezhetnek, mint egy szép diaképet. Ezt csak azért mondtam el, mert valahogy így szóba került ez a szó, és miután a kis mondani valóm egy előzőleg elhangzott előadásnak a folytatása, azzal kezdeném, hogy felelevenítem az előző előadás utolsó képét, amely a hetedik nap képe. Az előző alkalommal elmondtam, hogy a pecsét-hengeres irodalomban jelen van a Mózes 1-1 minden egyes napjának a története, minden egyes fázisának a története, és úgy érzem, hogy ezt sikerrel tudtam bizonyítani. Az utolsó kép az volt, amikor a hetedik napot Isten megszentelte, és megszentelte az egész teremtett világot. Isten sugárzó szépséggel lebeg a teremtményei felett, áldja őket, és megszenteli, hogy éljenek, gyarapodjanak, sokasodjanak, és töltsék be a földet. És az embernek adta a megteremtett földi javakat, a püveket, a fákat, az állatokat, a madarakat, és mindent, ami csak a földön van, éljen vele az ember, és legyen vele boldog. És ezután, az esemény után, az ember elkezdett a földön élni és dolgozni. Az ember megjelent a földön. Muszáj néznem, hogy nem is tudom, hogy hol van. Igen. Ugye, önök elolvassák azt, amit felvetítek, és megengedik, hogy én ezt egy kicsit bővebben kifejtsem, amikor elmesélem, hogy, és a képeken látni fogják, hogy akkor, amikor Isten a vizeket ketté választotta, akkor óriási események történtek. Az életnek a neve a régi mezopotámiai kálszabír nyelven gél, zselé. A vizek zselések voltak. És nem csak úgy válaszolta ketté Isten, hogy égi vizek és földi vizek, hanem úgy, hogy zselét is csinált, meg vizet is, tehát egy óriási kataklizmán ment keresztül a világ. És ahogy az ember, akit ő az égben teremtett, megjelent a földön és leutazott a földre, ezen a gigélen, ezen a zsélen, ezen a zselén a nők csónakszerű kál kicsi bárkákon jöttek, a férfiak pedig sárkánybárkákon. Ezeket a képeket mutatni fogom. Kérem a következőt. Ismerjük azt a fogalmat, hogy az ég kapuja. Az ég kapuját komolyan vették, és valószínűleg létezik is ilyen. És ez annyira fontos, hogy az ég kapuja létezik, és bemutatták a pecséthengereken, hogy ennek a mása, talán még az égi mása szebb is a itt megjelentnél, tehát a valódi más, a székely kapu, amely magyar kapu, és amely mindig mindenhol szerepelt a magyar életben, amíg tönkre nem tették különböző törvényekkel, jogi szabályozókkal. A székely kapu ennek a mása, tehát az ég kapuján ereszkedtek le, és azért gondolom, hogy létezik az ég kapuja fogalom,
hogy volt ilyen, hogy az ég kapuja, amin keresztül jöttek, mert ennek a székely kapu fogalomköre teljesen megfelel mind a mai napig. Én erről nem beszélek most többet, hiszen mindnyájan tudják, hogy a székely kapun a lélek jön meg keresztül. A felső részén, ahol galambok, a galambok azt jelentik, hogy ott jön és megy a lélek, tehát lélegzik. A lélegzés szerve is a székely kapu. Amikor bemegy az ember a kapun, ott lát egy szép, fényes résztányért a kicsi kapu tetején, hogy megnézze magát benne, hogy igen, megfelelő arckifejezéssel lépje át azt a kapu küszöböt. És a kapubálványok éppen úgy vigyáznak és őrzik a székely kaput, mint ahogy itt ezeken a régi kapukon őrizték az ég kapuját a kapubálványok. Kérem a következőt. Itt talán még szebben és jobban érvényesülnek azok a szépségek, amelyek a kaput ékesítették. És kidomborodik a kapu női formája. Kidomborodik, hogy valami femininum van a kapuban, és ehhez a femininumhoz vonulnak jobbról gyalogosan, és női jelképeket hoznak a kezükbe, és jönnek amarról, a másik oldalról, a bal oldalról csónakokkal, és női jelképeket hoznak, hogy üdvözöljék, és a kapun, ha úgy gondolják, átmehessenek, és az életüket a földön folytathassák. Kérem a következőt. Hát ezt nagyon sajnálom, hogy nem látszik jobban. Régi kép volt, és örülök, csak valószínűleg azért annyit látnak belőle, hogy szárnyas patás állatokat látunk, és ezek között a szárnyas patások, a szárnyak között jelent meg az ember, és nem csak sárkánybárkán, és nem csak kálcsónakon, de szárnyas patás állatokon is közlekedett. Tehát ezek tényszerűen jelentek itt meg a pecséthengereken. Kérem szépen. Hát ez nem tudom, hogy miért nem látszik jobban, mert jó kép volt. Azt ábrázolja, amikor a földre érve elkezdik a földi élet munkásságát, és az első ekével már a vizenyős, sásos, lápos, a nagyon-nagyon puha földi anyagot megpróbálják megművelni, és vetnek bele kalászokat. Látni fogjuk, hogy karvas nagyságú kalászokat hoztak az égből magukkal, és azokat vetették, és bontották, azokat vetették el. És a ekéhez annyit fűznék hozzá, hogy voltak mezőgazdasági tudománnyal foglalkozó tanárok a Bölcsész Egyesületen, akikkel, mikor még ökológia földrajz szakunk volt, sokat beszélgettem, és megmutattam nekik ezeket az ekéket, amelyekkel itt dolgoznak. És majd meg fogják látni, hogy honnan ismeri a magyar nép ezeket az ekéket. És rendkívül örültek neki ezek a mezőgazdasági tudósok, mert soha nem tudták, hogy az ősi eke hogy nézett ki. Ugye már csak ezt az ekét ismerjük, meg elképzelés után, ahogy a gyerekeknek a tankönyvbe, az általános iskolás tankönyvbe ilyen fa, mintha egy botot megfordítanának, hogy ezzel turkálták a földet. Nem. Ekével dolgoztak mindig, de az az eke egész más rendszerű volt. Ehhez a laza, sás, nádas, lápos, iszapos, puha
egy olyan szót mondok, olyan cuppogós, mikor azon a füvön megyünk, ami alatt víz van, és a talpunk alatt cuppog az a víz. Ilyesmit képzeljenek el. Lehet látni nagyon szépen, hogy az égen egy csillag, és egy, minthogyha hold lenne. És ezt már most elmondom, hogy ez soha meg ne tévesszen senkit, mert a csillag és alatta az a félhold alakú sarló, az tulajdonképpen a boldogasszony, az a Sirius csillagnak a jelképe az ősi Kál-Szabír kultúrában. Azért lehet néha külön-külön látni őket, mert amikor a csillag vagy a sarlóban benne ül a csillag, az azt jelenti, hogy látszik a Sirius, látjuk. Amikor külön válik, az azt jelenti, hogy már nem látjuk, már alászállt, már az alvilágon járja az alvilági utat. Erről most ebben a pillanatban nem mondok többet, csak annyit, hogy a Sirius és az Orion is csak fél évig látszanak, július 2-án alászállnak, és majd csak január 1-én jönnek újra föl az égbolt kellős közepébe, ott delelnek, mint király és királynő. Ez tehát itt azt mutatja, hogy ez egy őszi szántás, mert nem látszik a Sirius, csak lélekben van ott. Mehetünk. Ja igen, bocsánat, és ott láttátok a 7 pontot, a 7 pont is égi jelenségre utal, szimbolikusan kifejezi magát a teremtőt. A 7 pont, és ezt Borbulától tanultam, hogy mi a 7, hetet 7. Hát a hetet 7, leírtam szépen 7 per 7. Hát az tanultuk, ugye, egyenlő egyel. Hát egy, az Isten. Hát Úr Jézus, hogy ezt nem tudtuk, hogy hány mesét végig elemeztem, és a hetet hét országról, Borbola Jánostól tanultam meg, hogy a hetet hét ország az Isten országa. És mindenhol, ahol azt a hetes pontot látjuk, Isten országára, a mennyországra kell gondolnunk. Köszönöm szépen, és most már tényleg mehetünk tovább. És akkor itt most viszont látható a Siriusnak a tavaszi nyári formája, ábrája, amikor benne ül magában a sarlóban, és egyáltalán nem akarom a gondolataimat hasznosítani érdemtelenül, de azért képzeljétek el mindnyájan, hogy a csíksomlyói boldogasszony is egy ilyen. És ugye ezt mindig holtsarlónak, ezt nagyon-nagyon el kell felejteni, az nem holtsarló. A boldogasszony, a Sirius, az egy olyan sarlón áll, amely az égi bárka maga holtsarlón ...nak néz ki, de a hold nem ilyen, a hold ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen. A hold nem sarló. Ez az égi bárka, amin ő közlekedik, az égi bárkája. És ilyen bárkákon, ilyen sárkánybárkákon, így neveztem el, jönnek le az égből az égi emberek, akiket Isten ott teremtett, és jönnek ide le, erre a másik gyönyörű világra. A föld csodálatos volt, és nagyon jó volt itt élniük a régi turáni embereknek, és a föld minden csücskében éltek turáni emberek, mert Isten nem egy helyre rakta őket, hanem sokfelé, csak akkor utasította őket a Kárpát-medencében, amikor veszélybe kerültek. És miért kerültek veszélybe? Mert a sok-sok hosszú idő kapcsán, amíg boldogságban, békességben 100 000 évekig éltek a turáni népek a földön,
és semmi probléma nem volt a föld felszínén, csak a boldogság érvényesült, akkor valamilyen úton, módon sikerült idegen géneket beültetni abba a génállományba, amely a Isten a földre leküldött, és ez megrontotta a földi világot, másfajta, más génekkel rendelkező, más akaratú, más ösztönvilágú embereket küldött valaki ide a földre, hogy megrontsa eznek a csodálatos turáni, isteni eredetű, magyarok isteni eredetű népének a életét és a sorsát, és gyakorlatilag, hogy kiírtsa innen őket. Hát azért az nem véletlen, hogy valamikor egyedül turáni népek éltek a földön, zökkenőmentesen, soha túlnépesedés, soha túltermelés, soha semmi gond nem volt. És úgy közlekedtek, ahol akartak, légi úton, ha akartak, hajón, bár, hogy semmi problémájuk nem volt semmivel. A testük olyan könnyű volt, és olyan csodálatos szépségű, amely tükrözte Isten gondolatát. És Isten gondolata szerint éltek itt. És megvalósították. És tudjátok, amikor itt beszélünk, meg együtt vagyunk, semmi más nem érzek, mint azt, hogy ez a dolgunk, amit régen ránk bízott, azt vissza kell hozni. Isten gondolatát vissza kell állítani abba a formába, ahogyan ő megcsinálta. Egyébként a föld fenn nem tartható. Az agresszivitás, a háború, a gyarmatosítás, a leigázás az embernek nem jó, az ember Isten teremtménye, az az ember, akinek a génjei és a kromoszómái annak megfelelnek, a többi vagy, ahogy Jézus Urunk mondta, elhiszi, amit Isten mondott és az Isten embere javasol neki, vagy ha nem hiszi, akkor az nagyon nagy gond neki. Én azt hiszem, hogy nekünk ezt a, bármennyire lenéznek és nevetségesnek tartják, ezt az isteni gondolatot mindig érvényesíteni kell, és ennek a szellemében kell élni. És az teljesen mindegy, hogy ezt elfogadják, vagy nem fogadják. Ha két ember meghallja, és a két ember elgondolkozik rajta, már az nagy eredmény. Úgy gondolom, és akkor bocsánat, hogy közbeszóltam. Ezt a gyönyörű képet, ami ugye egy nagyon szép ábra. Ki kell egészítenem azzal, hogy a teljes értékű Sirius-i szimbólum alatt egy kard lebeg a levegőben. Ez a kard az égből jött, és azért küldték, mert veszély fenyegeti Isten népét, és a kardot védekezésül adta oda Isten a kezükbe. És a hírhozók, a nők, azok hozzák a hírt, hogy védekezni kell, és Isten kardot küld. És a Sirius, aki óvja és védi őket, mint ahogy minket a boldogasszony óv és véd, mint ahogy Szent István óta tudottan a magyar nép védő szentje és angyala és istennője, a Szűz Mária, a boldogasszony számunkra, jelenkori emberek számára megszületett és kijelölt utóda. Ő a mi boldogasszonyunk. Kérem a következőt. Azokat a bárkákat, amelyen leutaztak, szerettem volna pontosan bemutatni, hogy ez nem fantazmagória, hanem valóban egy látvány volt, ahogy például a fenti képen lehet látnunk a
három pateszit, akik jönnek az égből. A pateszi szó azt jelenti, hogy Isten helyettese. Változatai vannak, palil, pabil, és ez a palil azt jelenti, hogy a pál, az il-ili, az az Isten anya, a pál az Isten anya védője. Ezért a pálosok mindig a boldogasszonyt, Szűz Máriát tisztelték, és soha őket attól eltéríteni nem lehetett. Az volt a tisztük, az volt a kötelességük. És akkor, amikor II. József megszüntette a pálosokat, gyakorlatilag elvette Magyarország védőangyalának, védő szentjének, Isten anyjának, elvette azt a gondoskodó rétegét, akik az ő tiszteletéről ezred éveken keresztül gondoskodtak. A pálosok kiirtása gyakorlatilag összefügg a boldogasszony kiirtási kísérletével. Hogy nem sikerült, ez igazán legalább annyira köszönhető azoknak az egyszerű útszéli kereszteknek, amiket a plékrisztusoknak, akiket odaraktak a szegény palóc népek a keresztútjaikra, azokra a kis szűzmáriás oszlopkákra, amelynek a szűzmáriácskáját minden ünnepre felöltöztettek a palócok. Legalább annyira köszönhető azoknak az öreg asszonyoknak, akik litániáztak, és minden májusban végigjárták a májusi ájtatosságot, és elmentek a templomba, és titkokat adtak át egymásnak. És mikor mondtam Zsuzsó mamának, hogy nem mutatnád meg nekem, mi az a titok? Hát hogy mutathatnám meg, kislányom? Hát az az én titkom, azt azért kapom, mert... Hát bevallom, hogy nagyon csúnya dolog volt, de én bizony megnéztem a Zsuzsó mama kis céduláját, amit kapott a szomszédjától, ahogy ugye ott imádkoztak a templomba. És mi volt rajta? Egy sor volt rajta a Mária énekekből. Hogy azt mondja, azt az éneket mondja, és a Zsuzsó mama meg, ami az ő fejébe volt, azt írta le a maga kis titok cédulájára, és azt adta a szomszédasszonyának. Ez volt a titok, hogy amit én énekelek, azt énekelte is, és akkor mindenki énekli a másikat, a másik szívét viszi fel a szűzanyához. Hát gondoljátok el, hogy milyen óriási nagy dolog. Ezeknek az asszonyoknak, ezeknek az egyszerűségeknek köszönhetjük, hogy megmaradt a Mária tiszteletünk. És a kegyhelyek, és az a tény, hogy amikor az anyánkat szeretjük, azért mindnyájan érezzük, hogy a égi édesanyánkat is szeretjük. És akkor így valahogy a magyar nép lelki élettel pótolni tudta azt, amit a hatalom elvett tőle, a pálosok szokását, a pálosok tisztjét és rendjét. És amikor ezen gondolkoztam én, hogy akkor hogy is van ez, hogy a pálosok, és rájöttem, hogy Istennek másféle célja van. Nem azért vették el tőlünk a pálosokat, mert a sátánnak igaza volt akkor, amikor elvették. Nem. Azért vették el, mert Istennek más akarata volt. Isten azt akarta, hogy minden férfi pálos szellemű legyen. Istennek az volt a terve, hogy a magyar férfi vegye át és gyakorolja a pálos feladatot. És hol? Elsősorban a családban, azután a nemzetségében, azután a hazájában, és azután az egész világon. Ez a magyar férfi feladata. És a magyar asszonyé pedig, hogy olyan tudjon lenni, mint a boldogasszony, akinek a kedvéért, akinek a érdemei, lelki készségei miatt
ilyen feladatokat el tud vállalni a férfi. Ezt meg kell értenünk, át kell gondolnunk, hogy amit a pálosok tettek, ezt most nekünk kell cselekednünk. A boldogasszonyt mi nekünk kell átélnünk, a pálosok szerepét pedig a férfiainknak kell átvenni a pálosoktól, és akkor érvényesül minden, és nem lesz gond Magyarországon. És akkor igazán Istené lesz Magyarország. Tehát ez a három pap teszi. És ez olyan jelentős három személy, három pap király, mert a pateszi ugye Isten helyettese pap király, akik azóta is fennmaradtak a mi kultúránkban. Hát ők a három királyok ősei. Ők azok, akik később eljöttek, és a mi úrunk Jézus Krisztus üdvözölték születése alkalmából. Alul pedig ugyancsak kevésbé egyszerű ábrázolási móddal, kicsit absztraktra fogva a dolgot, ugyancsak látjuk ezt a sárkánybárkát, azonban a sárkánybárka felett egy madarat is látunk, és ennek a madárnak alatta a sásos, lápos vidéket látjuk. Más szerepe van, amelyet el fogok mondani majd a következő képekkel. Ezzel csak bevezettem. Lesz egy kép, amivel ezt pontosítani fogom. Mehet. Hát ez az egyik kép, amikor kicsi elemista voltam, és a református elemébe jártam, és ott hallottam, hogy küldtek le a magyarokkal az égből tárgyakat, és ezt a magyarok megkapták útközben, és ilyen tárgyak az eke, a kard, a korsó, a fokos, és ezt én nem is tudom, hogy iskolában hallottam, ugye 6 osztály együtt járt, hogy a tanító mondta, vagy a gyerekek mondták, de erről úgy beszélgettünk, és megmaradt a fejembe. Aztán Badinyi Ferenc professzor úr beszélt erről ugyancsak, és kérdeztem tőle beszélgetés közben, hogy hát tessék már mondani, Feri bácsi, hogy honnan tudja azt a jó nép, hogy a magyarok kaptak ilyen tárgyakat az égből? Hát ez valahol biztos meg van írva, de azt nem lehet tudni, hogy hol. Hát én rájöttem, hogy egy bizony pecséthengereken van megírva, sőt, nagyon sok pecséthengeren ábrázolva is van, mint ezen például, ahol látjátok, hogy itt a hátul ülő hun kezébe fogja a nyilat, ott van felette kard, fokos, és hátul vannak a korsók. Méghozzá 4 korsó. És ez olyan érdekes, hogy ez a 4 korsó, ez valahogy nagyon célzatosan látszik ott a csónak mögött. A 4 korsó, a korsónak a neve az a Kárpát, ami azt jelenti, hogy haza, Kárpátú, azt jelenti, hogy haza, a hon, a mada. Több neve is van, mada, Kárpátú, kalamma, ilyen neveket, mint ahogy a magyarban is nagyon sok alternatívája van egy-egy szavunknak, egy-egy fogalomnak. Hát ezek a korsók nagyon fontos szerepet játszanak, mert a különböző jelentős településeinket ábrázolják, és azokra vonatkoznak. Legfőképpen legelőn látszik egy gyönyörű, szép kétfülű korsó, amely gondolkozhatunk rajta, hogy melyik hazánkat ábrázolja. Én nem mondom, hogy melyiket, mert én se tudom pontosan. Gondolkozni lehet rajta, hogy melyik volt az a 4 fontos települési hely, amelyről itt a korsók révén szó esik. Lehet látni, hogy vízen jön le a bárka,
és lehet látni, hogy az első ember, aki a csákjával szárazföldre viszi a csónakot, az első ember egyik lába már kint van a szárazföldön, és nézzék meg, a másik lába még azonosul a csónakkal. Hát ez a képi ábrázolás jelenti azt, hogy ez az ember név szerint éppen úgy Mágúr, mint ahogy a csónaknak a neve Mágúr csónak. A labász szótár segítségével nagyon egyszerűen ki lehetett ezt bonyolítani, nem volt egy nagy észmunka, és itt, ahogy látjuk, hogy még a lábával azonosul a csónak testével, csak elgondolkozhatunk rajta, hogy milyen kedvesen, szépen tudta ábrázolni a régi ember azt, hogy a neve is, a csónakja is Mágúr. És mennek, előttük vezeti őket az ősük, a nagy kutya csillagkép, álcázva van valamiféle szakálszerűséggel, mert a kutyának emberfeje van, az ős ebb. Hát miért hívták a pálosok magyar nagy alapítóját Özsébnek? Hát ő az ős ebb, az aki miután megy, a boldogasszony után, aki ott fenn ugyancsak egy bárkán, egy csónakon halad, és mutatja az utat, hogy merre menjenek Hun és Mag, és így szépen vonulnak és keresik a hazát. Én sokszor gondoltam, hogy ezeket szépen, gyönyörűen olyan jó lenne megsokszorosítani, és akkor, mint ahogy a régi ember kirakta a kis komótja tetejére, mi is kirakhatnánk, hogy így jöttek le az őseink. Hát nekem ez annyira tetszene, és olyan szívesen nézném szinte állandóan. És hát gondoljátok el, ezt a fajta technikát, amit az őseink a pecséthengerrel csinálnak, megpróbálta Vince Ildikó, de nem talált olyan alapanyagot, amit úgy ki tudott volna vésni, hogy abból ilyen gyönyörű kép alakuljon ki. Vagyis fogalmunk sincs, hogy azokat a gyémántokat, rubinokat, azokat a kemény, csillogó, gyönyörű kristályokat hogyan tudták megdolgozni, ekkora volt. Hogyan tudták megdolgozni, hogy abból ilyen képek keletkeztek? Ezt nem tudjuk, de hogyha egy ilyen kis kristályt ma puha agyagban megforgatunk, ugyanolyan gyönyörű képet kapunk, mint amilyet 6000 évvel ezelőtt kaptak. Tehát a boldogasszony a vezérlőjük, ő megy, és ő utána az ősök lelke, a nagy kutya vezeti a csoportot, Hunt és Magot, akik az égből kapott tárgyakkal, lehet látni hátul, ahogy hullámzik, ahogy a vízen jönnek le, hát ugye egyszerű ábrázolási mód, de talán így még jobban érthető, és mennek a hazájukba, a Kárpátukat keresik, kérem. Tehát az égből kapták ezeket a tárgyakat, és ha a legfelső képet megnézik, az még egy kicsit magához, a Kárpát-medencéhez is hasonlít. De minden esetre az eke alapformája ott a legfelső sorban látható. Ennek örültek nagyon a mezőgazdasági tudósok. Nézhetjük tovább. Azért tettem ezeket az egyszerű ábrákat ide, amelyek a disznajói. Hát disznajó egy kis falu, Kalotaszeg talán legutolsó faluja, senki se emlegeti. Én teljesen véletlenül keveredtem el disznajóba, és úgy jutottam oda, hogy a Református Nőszövetség
valami okból kifolyólag, én nem tudom, meghívott engem, és református templomokhoz elvittek, és akkor ott kihordták az asszonyok a gyönyörű vásznaikat, és arról beszéltem, és az asszonyokkal megtárgyaltam jó alaposan, meg hát beszéltem, amit hallgatni szerettek ők. És a disznajóiaknál fedeztem fel azt a fajta formavilágot, ami annyira lendületes, és annyira képlékeny, hogy azt az iramot, amivel a teremtés megtörtént, vissza tudja adni. Úgy éreztem, hogy ez a kakasgrif olyan, mint amikor azt mondta Isten, hogy legyen világosság, mikor azt mondta, hogy szétválasztom a vizeket egymástól. És úgy éreztem, hogy maga az a tulipános szépség pedig, amikor megáldotta. Szóval én ezekben a disznajói ábrákban olyan lendületet, és akkor azt éreztem, ahol ilyen lendülettel tudnak hímezni, hát nézzétek, mert szinte szétrepeszti azt a vásznat, annak a népnek van jövője. Hát ez utolérhetetlen szépségű és erejű, hogy kakas is, griff is, és ugyanakkor szép. Hát igen. Ugye, olyan egyszerű, ahogy a Biblia megírja, hogy Isten a maga képére teremtette az embert, férfiúvá és asszonnyá teremtette. És úgy érzem, hogy ugye an, maga, kétféle minőség, ezt nem érzem, ezt tudom, kétféle minőség, atyai és női minőség, ami létrehozta a világot. Igen ám. De az ember már több, mint egy minőség. Az ember már egy élőlény, egy formavilág, egy megtestesülés. Annak nem elég csak kétféle minőség, amiből egy sejt, egy atom létrejön. Ennek egyrészt minta kell, másrészt olyan anyag, amely azt valósítja meg, amit szeretne teremteni. Az ember férfia Isten képmására teljesen Istent ábrázolja, az ő ábrájára. De a nő az an minőségnek a női ábráját, amiről nem beszél a Biblia. De ez a női ábra, ez jelen volt a múltban. Ez nem volt titok. És ez a minden termőfa tejmagvaiból alakult ki, mert Isten hamarabb teremtett hüveket, fákat, és csak legutoljára az ember. És ez a 7 nap, 7 milliárd év is lehetett, és ki tudja, hogy mennyi idő volt. De a minden termőfa a tejmagvaiból a tündérek egyformán szaporodtak. És a tündérek voltak a földnek, ennek a gyönyörű bolygónak az első lakói. És amikor Isten a testet öltött embert is megteremtette, ezekből a tejmag tündérekből vette az alapmintát. És én ezt nem elsősorban a régi anyagaimból, hanem elsősorban a mai nők magatartásából szűröm le. És ezen ne csodálkozzatok. A mai nők kezdenek visszatündériesedni. Nagyon sokszor látom, szoktam nézni az egyes adón, amikor ilyen falukba elmennek meg itt-ott, hogy milyen boldogan viselik a kis virágkoszorút a kislányok. És a kislányoknak ilyen szépen csak így hullik le a kis finom hajacskájuk. Teljesen tündérszerűek.
És nézzétek meg, lehet, hogy beszélni nem tudnak szépen a bemondónők, mert beszélni már elfelejtenek. De ezzel a sima, szép, fénylő hajukkal teljesen a tündérek benyomását keltik. Én úgy veszem észre, hogy a mai világban a nők anélkül, hogy bárki inspirálná erre ők, ősképekből, az őstudatból tökéletesen felfedezték magukban a tündéri létet, egyszer ki kellett mondani. Egyszer ki kellett mondani, akkor mindenki kacagott. Érdekes módon, önök már nem nevetnek. Önöknek is itt van a minta, visszatündéri esednek. És abban a pillanatban, amikor a nők azt a feladatot el tudják látni, amelyet akkor Isten látott, a szépség, a jóság, a szeretet, a könnyedség, az elegancia, az odaadás, a boldogság, a magatartás emelkedettsége, abban a pillanatban helyre jön a világ. És akkor érdemes lesz a legkisebb királyfinak, vagy a kiskondásnak 66 bocskort elnyűni, még oda feljut a minden termőfa leghegyébe, és szépen el tudja az életét képzelni ott a legszebb helyen a tündér királynővel. Na hát, ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ahhoz ugye viszont szükséges volt, hogy a megtestesüléshez másféle DNS-ek kerüljenek le a földre. És képzeljétek el, hogy megtaláltam ezt a képregényt, amint a tündéreket fenn az égbe megbízzák azzal, menjenek le a földre, és szórják szét a DNS-eket, ezek hattyúnak is, csónaknak is, nem is tudom, minek néznek ki ezek a különleges eszközök, amellyel közlekedni tudtak, de leszálltak a földre, és szórják szét az újfajta DNS-eket, amelyek egy másfajta teremtéshez szükséges anyagrendszert létesítettek meg, és valósítottak meg a Földön. Azért, hogy én beszélek, nem zavar, ugye, hogy el tudjátok olvasni a szöveget is, mert a kettő együtt érvényes. De én nem akarom a saját szövegemet még egyszer elolvasni, mert nekem ahhoz nincs türelmem. És ide fölrajzoltam, hogy jól lehessen látni a DNS spirálokat, amint ez nagyon szépen kialakul, és azt is lehet látni, hogy vízen közlekedtek, és a vízen szórták szét ezeket a DNS-eket, ezért egyáltalán nem kell azon csodálkoznunk, ahogy a biológia is tanítja, hogy az első sásacska, kis nádacska, amit a csodaszarvas lelegelgetett, az ott a sásos, nádos, vizenyős területen, a cuppogós helyen ütötte fel a fejét. Igen. Olyan aranyosan tudták ábrázolni a teremtés pillanatában azt a hirtelen megjelent káotikus állapotot, amikor már valamiféle testet öltöttek, az anyagszerűségé váltak a gondolatok, az Isten által történt elképzelések, de még ezek nem a véglegesek, még káotikusan, még az egyik papucsállatka formájú, a másik már félig meddig kutya, csillag, víz, nézzétek, hogy milyen változatosan tudták ábrázolni. És ide lenn az alsó képem, és akkor itt el kell mondanom, hogy egyszer egy fiatalember eljött és meghallgatott engem,
És utána odajött hozzám, és azt mondja, hogy semmi nem jó, amit mond, ez nem Nimrud, mert ez Badinyi Feri bácsi is megmondja, hogy ez Bál, azt hiszem, hogy azt mondta, hogy Bál. Na hát akkor a következő. Nimrud Nefrót, Ningirsu, egy formája van. Bál, Bél, Enlil, ezek ábrázolva nincsenek, de elődei, Isten fiai a teremtő Ámnak. Tehát Isten fiak, azok többen voltak. Nem egyedül Jézus Urunk. Jézus Urunkat megelőzte Bál, Bél, Bál, Bélt megelőzte Nimrud, Nimrudot megelőzte a Enlil. És ezek élnek, és ezek vannak, és megvannak, és nem tűntek el. És azt gondolom, hogy ahogy a magyar nép elképzelte, hogy az ősök lelke születik újjá mi bennünk, meg a mi gyermekeinkbe, ahogy az isteni emberben újjá születik Án minden teremtménye, az Isten fiak is, Enlil, Bél, Nimrud, Ningirsu, Bál, mindenki, akit Isten megteremtett, előbb-utóbb újjá születik valamelyikünkben. És most ebben a világban, amikor valahol érezhetően jobbak vagyunk, mint az előzőekben, mert jobbak lehetünk, mert lehet jobbnak lennünk. A kommunizmusban bármit csinált az ember, csak olyan lehetett, amit meg eltűrtek, elviseltek. Most a saját jóságunkat, ha akarjuk, megélhetjük. Akkor nem, higgyétek el, nem lehetett. Velünk együtt éltetek, tudjátok mi, nem lehetett. Jobb a világ körülöttünk, mi is jobbá tudunk válni. Meg kell tartani ezt a világot, hogy jobbak lehessünk, meg a gyerekeink. Na hát ez a csodával határos, ez a kép, ami itt megmaradt, de ennél foghatóbb és fontosabb képet nem véstek soha. A legfontosabb a világ mindenség ősképe, amelyet a kezében tart a trónuson ülő, hát a sapkájáról lehet látni, hogy ez valami vezető ember, mondjuk Nimrud Ningirsu, de mindegy, hogy melyik, bármelyik király lehet, tartja a kezébe, a világ mindenséget is mutatja. A térdénél, és a térd nagyon fontos, mert sok képere visszaemlékezhettek, hogy az ökröknek is, a kecskéknek is, bocsánatot kérek, ha ezt itt most felemelem és megmutatom, sarjad a térde, ugye, látszik. Tehát a térd nagyon fontos, a térd alkalmas arra, hogy sarjadjon. A térdnél foglal helyet az a másolat, az a fentinek a megvalósult formája. A fenti az eszmei, a térdnél van a megvalósult, amely egy T-betűszerű ábrát, ugyan nagyszerűen látszik. Ez a T-betűszerű ábra, ez a legegyszerűbb leírási módja a boldogasszonynak, a ma-me, a mamaság, a mennyei asszonyság, a magasztos nő alak jelképe. Ennek komplikáltabb formáit is fel lehetne rajzolni, nem akarok itt most mozogni meg rajzolni, elég alkalom volt arra, már biztosan mindenki ismeri, de a legszebb forma világa, amikor majd azt látni fogjuk, a magyar kelengyés ládán jelent meg, ez a legegyszerűbb, a legegyszerűbb. De ezt a képjelet látni lehet nagyon sok falusi templom oltárképének, ami a
ami a Krisztus Urunkat ábrázolja a kereszten, és a kereszt alatt kövek vannak, és a kőre ez a T betű van ráírva. És ezt senki nem tudja. Egy kicsit ferdén kell a tét így. Senki nem tudja. Ez a boldog asszonynak, a boldogtalan Szűz Máriának a jelképe, aki siratja a fiát, és ő maga ennek a fiúnak a édesanyja, a szenvedő, boldogtalan boldog asszonya. Jaj, és az oldalsó. Ahhoz fel kellene, úgy lehetne jobban látni, hogyha felfordítanánk. De nézzétek meg, hogy az a nagy kutyát ábrázolja, mellette egy mesztelen, gyönyörű nő, aki nagyon nagy szeretettel öleli, és a fejét hozzáhajtja a nagy kutya fejéhez. És ez mutatja a Szíriuszt, aki a nagy kutya csillagkép, Isten nője, aki az ég egyik legfényesebb csillaga. És mit akar ábrázolni? Hogy a DNS-ek a szeretet fogalmát kiegészítették a szerelem szépségével, és ezért mesztelen, és ezért a szerelmes átölelés pozitúrájában van. Fantasztikusak a mi eleink, fantasztikusak. És ezt tudták ábrázolni. És még láttok majd másik képet is, gyerünk. Itt látjuk Hunt és Magot, akik kezdettől egyértelműen a mi őseink, és ez nem is tagadja, és ez nagyon szépen világosan látjuk, hogy ama nagy ősanyád a vízzel, tejjel folyó áldott föld Eridu. Ez az maga az ősanya. Tehát a haza az mindig az anyasággal azonosul, a haza mindig nőnemű, és ezért az anya szent egyház is a lelkünk otthona, és ezért az anya szent egyház tisztaságára kell vigyáznunk, és nem ellene dolgoznunk. És ez a Miskolci Bölcsész Egyesület munkálkodásának egyik alapeszméje, hogy az anya szent egyház tisztaságát óvjuk, szeressük, és minden körülmények között megtartsuk. És annak a tisztaságáért minden, de mindent megtegyünk, és soha semmit ellene. Itt egy faültetést látunk. Ugye milyen érdekes, hogy még a mai világban milyen régi ez a kép. Hát azért nem lehet a képek korát meghatározni, mert bizonyos korokban, 100 évenként, 1000 évenként, mit tudom én, milyen időközönként, ugyanazt a képet újra faragták, vagy azt a pecsétengert megújították, mert nem tudom milyen technikával csinálták, bár egyszer félálomban reggel, mikor felébredtem, akkor láttam egy olyat, mint hogy ki volt ez a kis csiszolt kristálykő, és akkor arra valami anyagszerű dolgot tekertek így rá, és akkor valahová betették, ami fény volt, és mikor kivették, akkor már levéve azt az anyagszerűséget látszott a bevésés a kristályon. Tehát egy ilyet láttam révülésben, félálomban, nagyon érdekes volt, és ezen én elgondolkoztam, mert eszembe jutott a drukkolás. Ugye, ahogy a drukkolás történik, hogy ráteszik az anyagra, és akkor az ott ki van lyukaszgatva, mit tudom én, valamivel lekenik, és akkor látszik a minta az anyagon. Eszembe jutott, hogy valami ilyen fajta, de hogy lézer, vagy mi lehetett az, amivel segítettek, nem tudom. De másként nem lehet elképzelni, mint hogy laposan, finoman kidolgozzák,
és akkor megújítják ezt a technológiát, ezt a mondjuk lézer technológiát. És azt hiszem, hogy ez a kép bármennyire újnak tűnik is, tehát Krisztus előtt 3-4 ezerből való, hát az új. Ez valószínűleg sokkal régebbi eredetre val, csak akkor újra tették rá a kristályra. És azt jelenti, hogy a faültetés minden körülmények között valami olyan dolognak az eseménye, amelyet emlékezetessé akarnak tenni. A magyar ember ma is diófát ültet a gyerekeinek. Az én diófám is él még, és képzeljétek el, édesapám edelénybe beültette a kertünkbe a diófát, és elvették azt a kertrészt tőlünk, ahol a diófa volt, és akkor biztos voltam benne, hogy akkor nekem végem. És hallottam, amikor a diófát kivágták, és életetekbe olyan fájdalmat ne éljetek meg, mint én akkor. És képzeljétek el, hogy a teljes lemondás állapotában éltem, és tavasszal, amikor szedtem rendbe a kertet, hát mit látok? Egy aranyos kis diófácskát a hálószoba ablaka előtt. Kihajtott, és ez a magától. Ugyanolyan jó dióterem rajta, mint amilyen azon termet, amit édesapám születésem napján ültetett. Hát ez a faültetés, ez legyen örök emlékünk, és csináljuk mi is azt, és nagyon alkalmas a diófa az ilyesmire. Az Molnár V. Józseftől tudom, hogy a dió meg a mogyoró Krisztus Urunknak a fája meg a bokra. Úgyhogy diót, mogyorót ültessünk a gyerekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak is, kinek mi van. Az nagyon jó és nagyon, nagyon hasznos, hogyha nem mindenféle idegen magokat eszik az a gyerek, hanem az otthoni diót. Na nézzük a következőt. Dió. Igen. Igen, ez volt az a kép, amit mutatni akartam, ha jól megnézitek. Az a cuppogós hely, ahogy leszálltak a csónakokkal, és már tevékenykednek, már működnek az ekével, és ültetik el, az első férfi kezébe van, így feltart egy kalászt, egy szál kalászt, nézzétek meg, hosszabb a kalász, mint az egész karja. És ilyen kalászokat ültettek el, hogy gondoljátok el, a mostani kalász ekkora. Ilyen kalászokat ültettek. Gyerünk tovább. Ez nem kell. Hát, amikor megérkezett Hun és Mag, ugye azzal a csónakkal, amely a boldogasszony vezérletével idehozta őket a földi világba, eljöttek és elhozták Ningirsu Nimrudnak, aki az akkori uralkodó földi istenség volt, főpateszi, elhozták, amit a csónakba útközbe édesanyjuk, a Sirius leküldött. Ezt úgy képzeljük el, hogy elindultak a fiúk, azt mondja a Sirius, ezek meg elmennek, és a legfontosabb dolgokat itt hagyják. És leküldte utánuk ezeket. Leküldte nekik a fokost, a korsót, az ekét, a kardot, és a fiúk fogták ezeket a tárgyakat, és elhozták. Édesanyjuk a Sirius, itt van kettőjük között, itt világít teljes fényével, úgyhogy ez az esemény valószínűleg január 1-én 0 óra 0 perckor zajlik le, amikor Orion Nimrud és a Sirius egyszerre delelnek az ég tetején. És ide érnek a fiúk, és hozzák
És hát ez a prototípus annak a híres, nevezetes ekének, aminek úgy örülnek a mezőgazdászok, hozzák az ekét, és Nimrud nézegeti, gyönyörködik benne. És a fiúk hozzák a kardokat, hoznak egy nagy kardot Nimrudnak, és hoznak két kisebb kardot önmaguknak. És a Bölcsész Egyesületben nagy képekben, szépen, színes képekben két olyan kardot találtunk, amelyet lefényképezve ki is függesztettünk, és ez teljesen megfelel ennek a két hunori és maguri kardnak. A középsőt, ezt a hatalmasat, ezt én nem is tudom, hogy ilyen kardot láttunk-e valaha, de ez volt az ősapánk Ningirsu Nimrudnak a kardja. Mehetünk tovább. Ezt a képet azért tettem be, mert szerettem volna a szimbolikus ábrázolás csodáját bemutatni. Amikor világos, hogy a növényiség és az emberi lét mennyire összefügg, hogy a nő karjai a kulcsa, az akarata, ami a növényi világgal azonosítani tudja az emberi világot, de a növényiség már emberformát ölt. Nézzétek meg, ott lehet látni egy férfiút és egy asszonyt. Már nem fák, már emberformájuk van. Tudom, hogy dadogásnak tűnik, ahogy erről egyáltalán beszélek, mert annyira szép és annyira archaikus, és mégis annyira sokat mond egyszerre, szavak helyett is, ahogy a női és a férfi szépség és erő érvényesül benne. És ugyanakkor valahol mégis kihangsúlyozódik, hogy a geme, a női fő erő, ami ezeket a dolgokat összetartja. Absztrahálni tudtak óriási módon. Így absztrahálni csak a szkíták meg a székelyek tudtak. Hát azok a szkíta remek művek is, hogy micsoda, hol tudnak a mai művészek olyan absztrakciókat létrehozni, mint mikor a szájából születik a vaddisznó, és mégsem egy torz dolog, hanem a szépség hatását kelti. Gyerünk tovább. Hát ezt a képet azért tettem ide, mert a magkereszt a legfontosabb keresztünk, és a magkeresztnek van egy olyan tulajdonsága, ugye, hogy ilyen gömbölyű, az a másik vonal pedig, ami a vízszerűséget felette, az pedig egy kicsit hegyes. Na most, hogyha ezeket egymás mellé tesszük, mint ahogy a lenti képen nagyon szépen lehet látni a fő magkereszt alatt, hogy a kerek, utána ez a fajta, majd megint a kerek, hát ugyan ezt látjuk a Magyar Szent Korona pártáján. Van egy kerek, van egy hegyes, megint egy kerek, megint egy hegyes. A kerekded a női, a hegyes a férfi. A kétféle, annak a kétféle minősége érvényesül itt ebben, és a mag ezekből a minőségekből él és működik. A mag isteni eredetét ezzel a képpel, mint egy szent képpel, örökre aranyba lehetne önteni. És akkor egy szuszantás, jó? Iszok egy kis vizet.